A Györffy István Katolikus Általános Iskola természettudományos tehetséggondozó szakkörében a tavalyi évben is szorgos munka folyt. A biológia iránt érdeklődő tanulók évek óta szívesen mérettetik meg tudásukat a versenyeken is. A Kán Károly természetismereti versenyen vettünk részt. Ugye ez 28. alkalommal került megrendezésre elmúlt tanévben, és az országos döntő sajnos már ugye ott a vírushelyzet miatt nem tudott lebonyolódni, ezért azt az idei tanévben rendezték meg. Ugye ez a verseny 5.-6. évfolyamos tanulóknak van meghirdetve, és az iskolánkból már régóta járunk erre a szerintem nagyszerű versenyre, és hát most is versenyeztek a gyerekek 5.-6. évfolyamon, és igen, szép eredmények születtek, hiszen több nagyon jó eredményünk is született, 6. évfolyamon 2., 3. hely, és 5. évfolyamon pedig 1. és 3. helyet értek el a diákok. A versenyeken való részvétel és felkészülés erősíti a tanulókban a természet szeretetét, megismerését és a környezet tudatosságot. A verseny ugye hát elég hosszú felkészülést igényel, és a gyerekektől elég sok plusz munkát, hiszen nem csak a tananyagot kell tudni, hanem különböző cikkeket, ajánlott irodalmat kell hozzáolvasni, ami azért bizony akár 80-90 oldal is összejöhet, és mondjuk 5.-6. tanulóknak azért ez nem kevés, hiszen ezt nem csak olvasni, hanem megtanulni is szükséges. Emellett ugye Kán Károly életének az ismerete is nagyon fontos, amivel ugye azért azt gondolom, hogy ami nem is baj, mert ezáltal a gyerekek megismerik ugye egy-egy híres tudósunkat, kutatónkat, annak az életét, azt gondolom, hogy ebből ők is sokat tanulhatnak, és a saját életükben is profitálhatnak belőle sok mindent. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy elég nehéz verseny, ugye a tanulók egyénileg versenyeznek, tehát csak saját magának kell helytállnia, nincsen segítség, tehát azt gondolom, hogy ez azért elég nagy kihívás számukra, főleg így 5.-6. osztályban. Tavasszal a pandémia miatt a megyei és országos fordulók elmaradtak. Ezek pótlására az őszi időszakban került sor. Az 5.-6. évfolyamon a Kán Károly Országos Természet és Környezetismereti Verseny megyei fordulójának eredménye az 5. évfolyamból első helyezést ért el Darabos Lehel, aki televíziónknak adott riportot. A Kán Károly Országos Természetismeret versenyen vettem részt, amin 12. helyezést értem el az országos döntőn. A felkészülés már elég régóta elkezdtük. A Természetbulvár folyóiratból kellett néhány cikket tanulni. Az útravaló, a poszter és a világkalendáriumból kellett képeket és magát a cikket tudni. És Kán Károly életét is meg kellett tanulni, amiből különböző cikkeit meg munkáit kellett tudni. Milyen volt a versenynek a menete? Először egy iskolai forduló volt, amin egy bizonyos pontszámot elértünk, mehettünk a megyei fordulóra, ahol az 5.-6. osztály külön feladat sort írt meg, és a két első egy külön az útravaló cikkből egy külön feladatlapot kellett kitölteni, és aki ott több pontot ért el, az mehetett az országos döntőre. Én ott több pontot értem el, és így elmehettem az országos döntőre, amit online írtunk meg itt múlt hét pénteken a iskolába. Ez 90 perc volt, és egy kis filmet készítettek, amiből kérdéseket tettek fel a versenybe. Mi volt a célod ezzel a versennyel, hogy részt vettél rajta? Hát, hogy fejlődjek kicsit ebben a témában. Ki fogod-e magad próbálni a következő évben? Fogod-e folytatni ezt a típusú versenyzést? Igen, én szeretném folytatni ezt. Miért ad neked ez több pluszt, ez a versenyzés maga, ugye a versenyre való felkészülés? Érdekel ez a téma, engem nagyon. Ezt így szeretem csinálni.